Miskolci Multidéző Podcast, ami a múltból, a jelenen át, a jövőbe vezet. Répási Olivia szerkesztő beszélgetőtársa Reiman Zoltán, amatőr helytörténész, aki felidézi a régmúlt időket, ahogy azt megjelent könyveiben is megtette már. Üdvözlöm a hallgatókat, Répási Olivia vagyok, Reiman Zoltánnal, amatőr helytörténéssel és legfőképpen Miskolci Lokálpatriótával beszélgetek. Most mi lesz a mostani témánk? Ezúttal a bársonyházi szakócákról fogunk beszélgetni, amelyeket talán halmásból sokan ismernek, de történetüket mégsem biztos, hogy annyian ismerik. Vágjunk is bele. Tehát valószínűleg mindenki hallott már a szakócákról, vagy legalábbis hallotta ezt a szót, és a, a különleges bükki leletekről egészen ezek a bükkileletek és ezek a szakúcák az őskőkorig vezetnek minket vissza, és Herman Otto, nagy polihisztorunk is aktív szerepet játszott ebben a történetben. Hát gyakorlatilag ugye kezdjük ott, hogy Miskolcnak olyan múltja van, a történelemben, mint keves, kevés településnek Európában. Tehát ugye egész az őskorig e, nyúlik vissza a története. E, a régészek ilyen 70-100 ezer év környékére becsülik, amikortól e, megjelent az ember e, előd ezen a környéken, ezen a területen. És hát nagyon érdekes lesz ez a szakócás történet is. Egyébként nagyon részletesen a szakócákról e, Ringer Árpád Miskolc történetének földrajzi háttere című tanulmányában olvashatunk, ott nem csak a szakócákról egyébként, hanem rengeteg más nagyon különleges történetről. Mi az a szakóca? Ezt a szót ugye ma már nem használjuk. A szakócát Hermotto hozta létre ezt a szót, és a e, marokkő, ez a német szónak a tükörfordítása, úgyhogy ez a szakóca az egy Hermnotto által alkotott szó. És hát az a, az a három bizonyos kis szakócáról akkor nevezte el ezeket szakócának, amikor ugye megtalálták őket. Tehát amikor megtalálták, van egy nagyon érdekes történet, amit a Fedor Vilmos és Csorba Piroska Miskolc legendái című kötetében leírja, hogy ezt a szakúcát hogy találták ki egy ilyen formájában, ami nagyon kedves történet, és tényleg úgy történt már, mint hogy a megtalálása tényleg ott történt. Hát persze, hogy hogyan, azt nem tudjuk. Nyilván ez egy ilyen, ilyen kis kitalált történet, de nagyon jól megírták a, a, magát a sztorit. Tehát egész pontosan 1891-ben döntött úgy Bársony János, Miskolc tiszti ügyésze, hogy egy új házat épített. Akkor az a Rákóc és Rudas utca sarkán volt, ma a Károly utca 24 szám van. Egyébként átelemben található ez. Tehát, hogyha a művészetek házával, tehát a művészetek háza oldalán átmegyünk az ebrán, akkor jobb kézre ott látjuk ezt a bizonyos Bársonyi Ánosnak a házát. Egykori házát. Tehát elkezdték az alapozást, a háznak az alapozását, és a munkások három nagyon érdekes kis eszközre, kőeszközre bukkantak. Egyből látták, hogy az nem, te, nem természetes képződmény, hanem emberi kéz alkotta valami, de nem tudták, hogy mi, és hát ugye ezt rögtön szóltak a, a bárson Jánosnak, és hát ő pedig azonnal látta, hogy ez valamilyen különlegesség. Egyet megtartotta, a másik őt pedig elajándékozta. Az egyiket nagy hírű polihisztorunknak, Herman Otto-nak adta át. Ez 1892. december 26-án történt, és hát a tudós is, mint ahogy a munkások, és ahogy Bársony János, ő is egyből látta, hogy egy, ez egy kiemelt jelentőségű lelet. Úgyhogy idéznék is most a Ringer Árpád tanulmányából, amit ahogy Herman Otto vélekedett erről. Csak egy pillantásba került, hogy a kezemben lévő rendkívül jellemző darabban egy Magyarország őskorára nézve mondhatni korszakot alkotó történelem előtti régiségtípus ismerjek föl, amely semmiben sem enged a híres szomvölgy külszakócáinak. Ennek az első darabnak a formája egészen hegyesen mandula alakú, és azonos azzal, mert Mortille a francia lelő lelhelyről selle típusnak nevezett el. Tehát ő egyből felismerte azt, hogy ilyen szakócákat, vagyis hát amiket ő szakócának nevezett, ilyeneket, kőszerszámokat már ő látott valahol és valamikor, vagy a, valaki már ezeket egyszer, ilyeneket már talált valahol. Arra a harcra vállalkozott, ami nem kis harc volt, és majd meglátjuk, hogy milyen sokáig tartott, hogy bebizonyítsa azt, hogy igenis Miskolcon ö, ősemberek éltek addig, a tudomány úgy vélekedett, hogy csak Nyugat-Európában találtak leleteket, tehát hogy a francia területektől ö, keletre nem ért ősember. És hát ezzel a, a lelett ezzel a és ezzel a felismeréssel tudtán kívül a magyar ősk, őskőkor kutatást. Csak annyi, ahogy említettem, nehéz feladatra vállalkozott, és csak egy szem, vagy hát neki egy szem, de még ugye volt, tudjuk, hogy volt két szakóca. Tehát ezzel az egy szem szakócával kellett volna azt bizonyítani, hogy bizony az ősember itt élt ezen a környéken. Na most ez, ez, kicsit lehetetlen volt. Ugye magát az őskor kutatást Busé de Pört 1844-ben hívta életre, a szom völgyben talált állatmar állatmaradványokkal együtt őskori kőeszközöket találta, hogy említettem. És hát ugye a tudományák magyar és külföldi szakemberei szerint, nagy részének szerint az ősember a Rajnától keletre nem jutott el, tehát a Rajnától nyugatra voltak ezek a leletek, csak ott találtak addig. Herman Ottónak összesen 16 éve kerül, évébe került, és a különleges bükki leletekkel együtt tudta bizonyítani ennek igazát, amit majd hamarosan meglátjuk, hogy miként. Ismét idéznék Herman Ottótól. Az első három tárgyat tekintettem, és leírtam, tehát, mint az elsőt a magyarok földjéről. Melyre nézve fennállott a feltevés, inkább tévedés lehetősége, hogy az ősembel elterjedése magyar földre nem nyúlhat át. Mi természetesen, mint az, hogy ellenem, mint aki ellenkezőjét állítottam, szintén ádász harc indult. Magyarországon a leletet először a Természettudományi Társulat előtt mutatta be 1893. február 19-én, majd a Régészet és Embertani Társulatnál is 1893. február 28-án, itt nem ő, hanem Hampel József elismert archeológus ismertette. Volt egy nagy tudós, aki Miskolcnak a geológiai viszonyait nagyon jól ismerte, úgy hívták, hogy Halavács Gyula, ő egyébként kétségbe a Herman állításait és azzal érvelt, hogy az üledék, amelyben a szakócákat találták, nem lehet jégkorszaki ismét idéznénk ezúttal Ringer Álpádnak a megalapítását. Ma már azonban tudjuk, hogy Halavács megalapításai több ponton is hibásak. 1990-ben a Bársonyház mellett a volt Zrínyi Isko Ilona, ma a Léva József Református Gimnázium udvarán a vitatott korú kőeszközök rétegtani helyzetének tisztázására kutató húrást végeztünk. Ebben a Hermann féle szakócák szintjében löszös jégkori réteget ez alatt pedig mészkő és palakavicsból álló folyóteraszt találtunk. Tehát a szakúcák olyan kis védett helyen voltak, ahol a színma nem tudta lelakni a hordalékait, és hát ezért ö, nem került olyan mélyre ez a bizonyos, ezek a leletek. És hát 1991-ben volt a Miskolci Őskor őskőkor kutatás századik évfordulja, és ekkor a Hermann Múzeum, a Magyar Nemzeti Múzeum, a Budapesti Történeti Múzeum, a Magyar Állami Földtani Intézet és az MTA Miskolci Bizottsága közös szervezésében egy nemzetközi konferenciát rendezett, amelyben ezeknek, a feltárásnak vannak, vagy ennek a folyamatnak, amelyet végvitt Hermann ezeket ismertették benne. Úgyhogy minden kétséget kizáróan ugye ma már tudjuk, hogy ezek bizony ö, olyan leletek, amelyre Hermann Otto gondolt. Voltak persze olyanok is, akik támogatták Hermon 1903-ban Bécsben egy Morris Hönners nevű os osztrák tudós nagyra értékelte Hermann leletét. Kicsivel később, pár évvel később a, 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 volt egy nagyon híres írásúja az avasi temetőnek, úgy hívták, hogy Dobos Ferenc, és ő 1950-ben bejelentette, vagyis megmutatta hát Nottónak, hogy ő bizony a temetőben is talált egy ilyen kőeszközt, állítása szerint évekkel ezelőtt, és hát ugye ez is azt bizonyította, hogy, hogy igenis itt itt élt az ősember. Állítólag egyébként Miskolci Szájhagyomány útján olyan dolgok terjednek, hogy még manapság is esetleg, hogyha mondjuk egy ott ásnak vagy voltak különböző orvosi rekonstrukciók, és állítólag még ott is kifordított egy-egy furcsa alakú kőeszközt a, a munkagép vagy az ásó, hát ezt hiteltérnemre nem tudjuk bizonyítani, lehet, hogy csak tényleg legenda, és már mindenki minden szakócának néz egy furcsa alakú követ is. Ami változást hozott az egész ügyben, az, hogy 1906-ban Darányi Ignác került a földművelős ügyi minisztérium élére, ő pedig Herman Otto jó barátja volt. És Darányi Hermannak a javaslatára két tudóst küldött ide, Miskolcra és a Bükbe, Miskolc környékére, hogy föltanú vizsgálatokat végezzem. Kadics Otokár és Pap Károly érkezett egyébként, Éppen azzal a célra, hogy ez a szakószág körüli vitákat lezárják, és hogy végérvényesen megbizonyosodjon mindenki arról, hogy, hogy igaz-e a Herman állítása, vagy nem. Ö, ugye a, a bükvidéki barlangokat is feltérképezték ekkor, de most ismét ö, idéznék Ringer Árpádtól. Pap Károly májható mintaszerűséggel végezte a Miskolc negyed időszaki föltani képződményeinek felvételezését. Az eredményeit összegző Miskolc környékének geológiai viszonyai című tanulmányában a Herman és Halavács közötti vitában kompromisszumos megoldást javasolt. Elfogadta Halavács nézetét, hogy a régészeti emlékek alluviumban, vagyis jelenkori üledékben feküdtek, viszont igazat adott Hermannak is, miszerint azok eredetileg az avasi temető Diluviális, jégkori rétegébe lehettek beágyazódva, és innen egy idősebb magas terasz szintről kerültek másodlagos lelőhelyükre, így végül is lehetnek jégkoriak, vagyis ős ősemberi eredetűek. Úgyhogy ezt a megalapítást találta ki, vagy ilyen eredményre jutott Pap Károly. A leletek besor kulturális besorolása a bábonyi műveltség fiatalabb szakaszába jelzi őket. Az egyik darab a közép-európai mikok ilyen művelődési köréhez tartozik, a két szebben megmunkált darab pedig szakrális, vagyis hatalmi szimbólum lehetett ez a hivatalos megállapítása egyébként ezeknek a, az eszközöknek. tehát ahogy említettem, Pap Károly a belváros kutatta, illetve a, a föltani rétegeket, rétegeket Kadicsokot, Otokár pedig a Bükvidék barlangjait járta, a Kecskelyuk, büdös Büdöspest, Szeleta, és hát 1907 tavaszán találta meg azokat a világhírű leleteket, amelyek végérvényesen bebizonyították azt, hogy Herr Nottónak igaza, igaza volt, és 1913-ig rengeteg leletet talált minden, ami, ami minden kétséget kizárólag meggyőzte, mind a hazai, mind a nemzetközi tudós társadalmat arról, hogy itt bizony a Bükk erdejében és Miskolc környékén ős ember élt. A három különleges kőeszköz ma is megvan. A Hernótó Múzeum tulajdonában van, egy kettő pedig a Nemzeti Múzeumban. Található. A későbbiek folyamán egyébként Miskolc belterületén a Mincenti téren egy eszközkészítő műhelyt, az avson pedig ugye egy tűzköves dűlőnél egy kolbányának a maradványait is megtaláltak, úgyhogy innentől tényleg minden arra utal, hogy ezen a területen komoly, ennek a területnek komoly múltja van, és hát ugye őskor, őskőkori története. A szakócát én most ö, nem tudtam meg, hogy ez konkrétan milyen eszköz volt, mire használták? Hát ez egy ilyen ö, dárdahegy, vagy ö, tehát egy ilyen, ö, egy ilyen fa, ö, fára, fának a végére ö, tették rá, és hát elvileg ezzel ilyen szóróeszköz volt. Ö, az egyikkel talán vadásztak is. A, más, a másik kettő viszont csak ilyen szakmáris is hatalmi szimbólum volt. Tehát az ilyen lehet, hogy csak a törzsfőnöknek volt a szobájában, vagyis a, a barangjában ez az eszköz is azzal a hatalmát szimbolizálta. Mekkorák egyébként ezek? Lehet tudni, öklömnyi hát, nagyok vagy még? Igen, attól igen is igen, nem? ekkorák. Ja, két öklömnyi nagyok körülbelül ezek a... Ezek a Akkor a... tehát felismerhető, hogy nem mondjuk a szimva tehát víz vájtak ki, ugye a víz forgatta annyira, hogy ezek ilyenek legyenek? Igen, de biztos voltak kisebbek is, vagy nagyobb, de inkább kisebbek, de, de, de valószínűleg igen, hiszen rögtön. Tehát mi a tisztügyész is, ugye a munkások is felismerték rögtön, a tisztügyész is, és hát is. ugye van rengeteg kép is fent a, ez a bizonyos Hermotto múzeumos példányról, úgyhogy igen, ezt tényleg lehet látni rajta, hogy nem egy szokványos darab akkor tehát, hogyha mondjuk mi is ásnánk a saját telkünkön, és kifordulna egy ilyen uh, alak, egy ilyen kő alak, akkor azt azonnal felismerhetnénk. Valószínűleg igen, igen, igen. Főleg, hogyha rákeresünk az interneten erre, hogy hogy is néz ki, akkor azok alapján biztos, hogy be tudnánk azonosítani. Értem. Mit tudunk még elmondani? Mondta ezt a bársonyházat, hogy az pontosan hol volt? Hogy a művészetek házánál, ahogy átmegyünk? Hát a a művészetek házából mondjuk kijövünk, és akkor balra van az a zebra, ahol át lehet menni a négysávos úton. Hát megyünk a zebrán, és ott bekerülünk egy ilyen kis közbe. Balra van egy ilyen kékszínű ház, jobbra pedig ez a sárga színű básonyház. Tehát rögtön ott jobbra ez látható, ott a sarkon akkor, ilyen, tehát ilyen. a lévai mellett, ez konkrétan a diák otthona a lévainak ilyen, most. Diába. Tehát akkor erről van szó, ez volt a Básonyház. A másik oldalon pedig a mávnak, hát nem tudom, hogy ez az épülete, de tulajdonképpen a MÁV-nak van ott most irodája. Akkor nem, nem arra kell gondolni, hanem konkrétan a léveinek a erre. És kis ki volt ott egyébként, ott régebben ilyen kis plakáttal hirdetve akkor a nem is tudom milyen alkalomból, de hogy a szakócákkal kapcsolatban valami is volt ráírva, tehát hogy ezt reklámozták is, vagy hirdették is. Szóval az a szép kis díszes ház az a, az, az a hely, aminek az, a, alami alatt találták ezeket a szakócákat. Tudjuk, hogy mi lett egyébként ezzel a házzal, vagy hogy végül felépült nyilván. Há, és igen, akkor... igen. Hát felépült meg a ház. Azt konkrétan, annak nem néztem utána, hogy meddig lakott benne Bársony János vagy családja. Hát valószínűleg, ugye, gondolom, magántulajdonban volt, és gondolom, amikor jött a, a második világháború után időszak, akkor gondolom, azt államosították, és valamilyen funkciót betöltött. Tehát, hogy milyen funkciót töltött be a második világháború után, azt nem tudom pontosan. Ki volt Bársony János? Hát Miskolcnak egy ilyen, egy nemes ember volt, Miskolcnak a tiszti volt, és hát egy ilyen nagyon okos, előkelő ember. Igazából nevéhez ez, ez, a dolog, ami köthető, tehát olyan más egyéb, olyan híres, vagy olyan különleges dolog nem nagyon köthető, és annyira az életét sem lett feltérképező, felkutatva az elmúlt évek során. Ugye nyilván a másik világháború utáni időszakban nem is akarták felkutatni, de a, a rendszerváltozás után sem sem voltak olyan próbálkozások, hogy konkrétan az ő életét annyira meghatározzák, hogy mikor mit tett, és hogy hogyan élt, vagy miket hajtott végre, de azt tudjuk, hogy egy, egy, egy komoly úriember volt, és egy Miskosznak egy meghatározó szereplője. Ana, és hát ha már utcákról is beszéltünk korábban, hát Bársony János utcánk van ugye a Szent Anna templommal szemben, ahol én úgy tudom, hogy színészházak, lakások vannak. Színészek élnek ott. Jó. Ö, lenne még kérdésem, Érdekes egyébként, érdekes momentum, hogy Herman támatták, támadták, ugye egy új felfedezés, egy új gondolat miatt. Ez azért a történelem során nem az első eset, tehát nagyon sokszor történt ilyen. Aztán végül a bebizonyosodás az meghozta a gyümölcsét. Ezt ő is tudta, ugye, még életében? Igen, persze. Tehát akkor, amikor ezek a leletek előkerültek, 1907-ben volt, amikor már teljesen mindenki bizonyosra vehette ezeket a ezt a az egész szert, hogy ez, ez így történt, és így igaz, hogy tényleg ő sem berélt itt. Azt hiszem Hernott 1914-ben hunyt el, talán most hirtelen nem vagyok. Mondta is, részt. hogy 13-ban még találtak hozzá nagyon sok leletet, igen, és igen. akkor ezt is láthatta ő. Igen, azt hiszem 14-ben hunyt el, úgyhogy szerintem igen, ezeket ő, ő látta. De hát Hernottónak amúgy is olyan különleges élete volt, és egyébként kelet egy ilyen habitus hozzá. Tehát, hogy Hernottó azt tudjuk, hogy nagyon intelligens, okos ember volt, ugyanakkor hirtelen volt, és nagyon hamar begorult, ugye sok párbajt is vívott, viszont nagyon makacs is volt. Tehát, hogyha ő valamit a fejébe vett, akkor azon tüzenvízen végvitt, Tehát nem biztos, hogy sok olyan ember lett volna, aki 16 évig küzd azért, hogy, hogy ezeket a leletteknek a valódiságát bebizonyítsa. Tehát ugye 1892-ben kapta ezeket a szak, ezt a szakócát, és hát ugye, ahogy mondtuk, 1907-ben volt, amikor amikor megtalálta a, a is ezeket a leleteket, úgyhogy gyakorlatilag addig neki tartott a harca, mert hiába volt neki egy szakócája, hogyha nem voltak mellett olyan leletek, amik igazolták. És ugye többek utána már nagyon sok ilyen leletet találtak. Tehát a Diógyőri Barlangban is, ami a egykori Diósgyűri strandfürdő területén található. Tehát majd az összes barlangban megtalálták ezeket a leleteket, úgyhogy onnantól kezdve úgymond könnyű dolga volt, de hát az kellett az, hogy egyik barátja legyen a földművelésügyi miniszter, és ő utasítást adjon a tudósoknak, hogy igenis menjetek ki, és, és, nézzétek meg ezeket a leleteket. És, de én azt nem értem egyébként, azt nem értettem az egészben, hogy ha egyszer mondjuk ez a halavács, vagy többen kicsi ezeknek a leleteknek valódiságát, akkor miért nem jöttek el és próbáltak ők is és mondjuk kutatni egy-két helyen, hogy után nézzenek annak, hogy valóban lehet-e még más leleteket társítani hozzá. Tehát ugye nyilván a barlangok azok, amelyekben először kutat ilyenkor mindenki, és hát gondolom nem lett volna olyan nehéz, úgymond, vagy biztos nehéz lett volna, de hogy lett volna lehetősége arra, hogy igenis eljön egy-két barlangba, és megnéz azokat, hogy tényleg talál milyen leleteket. Érdekes ez, mert ugye mondja, hogy eljöhetett volna, és megnézhette volna, de hát tulajdonképpen magának a leletnek a, a bebizonyítása, tehát hogy ez mikor korból származik. Az is egy nehéz dolog, de ennek az ellenkezőjét is borzasztó nehéz lehet bizonyítani, hogy nem, hogy nincs alapja ennek. Hát igen, mondjuk ez, ez igen, ez jó feltevés. előtt volna és nem talált volna semmit, azzal még nem bizított volna semmit. Csak akkor bizonyított volna, talált volna valamit, akkor ő meg azt nem szerette volna, vagy <laughs> igazából nem is tudjuk pontosan. Szóval igen, tehát az ellenkezőjét az hoz, hogy bizonyítja az ember. Gondolom most már valamivel fejlettebb a technika, és ezeket a kőeszközöket be lehet vizsgálni. Herman Otto azért nagyon sokat tett, hogy ő neki higgyenek, akár volt barátja, akár nem volt barátja. Azért az ő előélete az bizonyította azt, hogy ő itt, hát ha nem is nagy felfedezéseket tett, de nagyon sokat tett Miskort. Iskolcért. Igen, igen, és ő nagyon fanatikus, fanatikus, szakember volt, és mindennek utána járt, és alapos vizsgálatokat végzett, ugye rengeteg könyvet, rengeteg tudományos cikket is írt. Tehát ezért is furcsa az, hogy Kétségbe vonták, bár lehet, hogy úgy volt vele ez a bizonyos halavács, aki ennek a szakterületnek az elismert szakembere volt, és ugye a Otto meg, meg igazából nem ilyen irányú végzettsége volt, vagy el, az előzőkben nem ilyen területeken tevékenykedett, lehet, hogy úgy volt vele, hogy ne szóljon bele az én dolgomba a Háromnottó, foglalkozom a madarakkal, vagy a halakkal, és hát meg a preparálásokkal, és majd ezt én tudom, hogy ez, ez hogy is van egészen pontosan, de hát ez, ez is bizonyítja egyébként, hogy az első pillantásra észrevette, hogy ez egy, ez egy nagyon különleges lelet. Tehát, hogy milyen tájékozott volt, és milyen sok, sok rétű volt az ő tudása. Tehát tényleg polihisztor volt. Igen, ezt akartam mondani, ez jutott eszembe, hogy hát hiába nem volt olyan végzettsége, Halavács nem nagyon ismerte el azt, hogy Herman Otto polihisztor volt, és hogy mi ma már így hívjuk. Igen. <laughs> okay. Ez egy érdekes történet minden szempontból, és elég kevesen, kevesen, ismerik ezeket a tényeket, hogy ez a hogy is történt. A Bársonyházon, meg Szakúcákról sokan hallottak Miskolcon, de magát a történetet, és hogy milyen bizonyítási eljárás vagy folyamat volt uh, utána, azt úgy kevesen tudják. Igen. Köszönjük szépen az információkat akkor, és köszönjük a hallgatóknak is, hogy velünk voltak. Legyenek velünk következőleg is, mert akkor is nagyon érdekes témákat hozunk.